Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, péntek van, vagy ahogy Hawaii mondják, Aloha Friday. Föl is vettem már a kedvenc Hawaii pólómat, remélem látjátok, mégpedig egy nagyon híres személyiség van rajta, Gyu Paua Kahanamoku, aki így van, világhírű szörfös volt, de előtte azt is tudni kell, hogy olimpiai bajnok. Úszásban nyert különböző olimpiákon összesen három arany és két ezüstérmet, tehát egy igazi amerikai hawaii hős, és ő volt, aki a modern szörfözést igazából megteremtette. Tudtátok például, hogy az ausztrálok nem is szörföztek? Egyáltalán nem is ismerték. És amikor Gyu Paua Kahanamoku átutazott egyszer Ausztráliába, és látta, hogy hatalmas hullámok vannak, rájött, hogy hát igazából ez is egy szörvparadicsom, tehát nem csak Oahu szigete onnan származott, kivágott egy fát, ő maga, faragott magának egy Hawaii longboardot, neki az volt a kedvence, láttuk is közben itt hátam mögött már felvételeket menni, és ezt látták az ausztrálok és azt mondták, ez lesz a mi sportunk. Persze hát ők rájöttek, hogy igazából ki lehet vágni fát, lehet forogni, hosszadalmas, nagyon drága, és iszonyatosan nehezek ezek a régi longboardok, -ok, hanem ezt meg lehet csinálni kisebb műanyagból, na is elindult akkor a modern gyártás, úgyhogy ennyit a mai kultúrantropológiáról és kedvenc szigetemről, oahu De csapjunk bele a politikába, hisz mindig azért jövünk össze. Kezdem talán azzal, hogy Orbán Viktor ma is bent volt a Kossuth Rádióban, és megmondta, hogy nagyon közel van a harmadik világháború. Tehát azzal, hogy a Nyugat ennyire háborúbarát, ennyire ontja be a fegyvereket Ukrajnába, hogy igazából egy-két országon kívül, mint mondjuk Magyarország, Törökország, Vatikán, senki nem beszél a békéről, senki nem beszél arról, hogy tűzszünet kellene, ez nagyon veszélyes, és hát értelemszerűen ő, mint kormányfő, sokkal több dologra jobban rálát. Látja, hogy milyen a nemzetközi hangulat, mi van a NATO-n belül. Úgyhogy nagyon veszélyes a helyzet, és ö, ő is pusolja azt, hogy, hogy üljünk le, tárgyaljunk, hogy ezt a háborút ne fegyverekkel zárjuk le, hanem béketárgyalásokkal kerekasztal mellett. Úgyhogy nagyon bölcs szavak, de nem tudom, hogy a nyugati vezetők hallgatnak erre, pedig már megmutatta a migráció, megmutatta a, a Covid-járvány, hogy azért Orbán Viktorra érdemes odafigyelni nemzetközi szinten. Hát Szergely Lavrov is, amit mondott, alátámasztja igazából Orbán Viktornak a mondandóját. Ö, szó szerint idézem is nektek Lavrovot, nem tűrhetjük tovább a nyugat politikáját, amely ismét úgy döntött, hogy a náci elméletet és gyakorlatot válasza, hogy ezentúl hibrid háborút hirdessen az oroszországi föderáció ellen. Hát ez valóban így van, egy hibrid háború folyik. Ahogy már meséltem nektek, ugye 35 ország ontja be a fegyvereket Ukrajnába, és ukrán katonákkal, ukrán területen küzdenek Oroszország ellen. Nem túl jó dolog. Na, történt egy érdekes kémtörténet is, képzeljétek el. Oroszországban az FSB, ugye az a belső titkos szolgálat, őrizetbe vette Ivan uh, Greskovicsot, ő pedig a Wall Street Journalnak újságírója. Elkapták kémkedésért Jekatéren a burban, ami az urában található, amint állítólag titkos dokumentumokat próbált megszerezni. Azt mondta a Kremlnek a szóvívője Peszko, meg Mária Zaharova is, hogy ez már nem gyanú, hanem elkapták őt inflagranti, amint éppen kémkedett súlyos vád, úgyhogy úgy döntött a bíróság, hogy május 29-ig előzetes letartóztatásba helyezi az újságírót, utána pedig hát bíróság előtt kell felelni, és azért tudjuk, hogy kémkedésért nagyon sok éves, sőt évtizedes büntetés jár, amíg mondjuk nincs valakinek olyan szerencséje, hogy esetleg kicserélik. Na, meglátjuk, mi lesz a sztoriból. Minden nagyon izgalmas Értelemszerűen ezen is rajta maradok. A Wall Street Journal természetesen azt mondta, hogy á, de hogy kémkedett, ő csak az egyszerű újságírói munkáját végezte. Meglátjuk, mi fog kiderülni, ez a bíróság dolga. Na, Vladimir Putyin aláírta a tavaszi sorozásról szóró rendeletet, összesen 147 ezer embert akarnak behívni április 1-től július 15-éig. Ez a 18 és a 27 év közötti fiatalokra vonatkozik, tehát igazából ez minden évben megtörténik, tehát nincs benne semmi ördögtől való. Azokat a katonákat és altiszteket ugye már nem hívják be, akik letöltötték a katonai szolgálati idejüket, tehát ők ez alól mentesülnek. Sőt, most az orosz duma, az orosz parlament előtt van már egy olyan törvényjavaslat, hogy felemelik 18-ról 21 évre a katonáknak a behívható évét, úgyhogy 21 évtől lehet majd csak sorozni. Akkor mi volt még? Á, Oroszország nukleáris hadgyakorlatot tartott. Mutatom is nektek, hogy milyen eszközzel. Itt van ez a Jársz típusú ballisztikus rakéta. Hát ennél az eszköznél le lehet mondani, hogy azért a méret a lényeg. Ha belegondolok, ez a cucc 23 méter hosszú, két méter az átmérője, és 49.600 kilót, tehát kb. 50 tonnát nyom. Azért ez úgy nem semmi. Hogy a sebességét is megemlítsem, ez a 20-szoros hangsebesség. 20-szoros mach, ami durván azt jelenti, hogy 24 ezer km per óra sebességre képes. Több lépcsős, tehát körülbelül, mint az űrrakéták, ugye kilövik, ezt indíthatják ezekről a mobil kilövőállásokról, de rakétasilókból is, és mondom, eléri 24 ezer km per órát, és 11 ezer km hatótávolsága van, tehát bőven eléri a világ szinte minden NATO ez a veszély ennek a fegyvernek. Akkor teljesítménytől függően tud például akár 6 darab, nem, akár 9 darab nukleáris taktikai robbanófejet szállítani. Ugye ez attól függ, hogy ezek milyen fejek, tehát ezek 300 és 500 kilotonnásak. Csak hogy összehasonlításképpen elmondjam, amit Hiroshima-ra ledobtak, az mindössze 15 kilotonna volt, ezek pedig 300-500 kilotonnásak. El tudjátok képzelni, hogy milyen pusztítás van. Tehát kilövik a rakétát, rajta van 6 vagy 9 darab taktikai nukleáris fej, és ezek után szétválnak és megkeresik a céljukat. És ez csak egy darab ilyen eszközön van, úgyhogy brutális nagyon be kéne fejezni ezt a háborút. Tényleg nagyon sürgősen, mert nem szeretném azt a szenáriót megélni, meg azt se, hogy ti megérjétek, hogy ezeket a rakétákat valahol kilövik. Ugye ezzel gyakorlatozik most az Orosz Föderáció. Katonáknak kezelni kell ezeket a fegyvereket, megállapítani, hol vannak a célok, szimulálni a kilövéseket. Úgyhogy nagyon veszélyes időszakot élünk, maximálisan igaza van a kormányfőnknek. Na, még gyorsan átugorjunk egy pillanatra az Egyesült Államokba. Úgy döntött a Manhattani ügyészség, hogy mégiscsak vádat emel Donald Trump ellen. Ugye, ahogy mondtam már, nektek állítólagosan 160 ezer dollárt adott egy pornószínésznőnek, akivel viszonya volt, hogy ez a viszony ne derüljön ki. Ez az Egyesült Államokban megengedett. Tehát ezzel nem szegett törvényt, viszont azzal, hogy állítólag a kampánykasszából vette ki ezt a pénzt, nem pedig mondjuk a saját vagyonát használta föl. Na, ez már bűncselekménynek számít, tehát visszaélés a kampány. Kénzekkel. Most megint tele volt vele a sajtó, hogy hú, még ma letartóztathatják Donald Trumpot. Meglátjuk, mi lesz nyilvánvalóan, ha történik ilyen, akkor hétfőn beszámolok róla. Drágáim, ennyi volt péntekre. Remélem szép lesz az idő, lehet menni sportolni, véres filmeket nézni, meg egyéb ilyen jó dolgokat. És készüljünk a húsvétra, mert jön a nyuszi, nekem az egyik kedvenc ünnepem. Hétfőn találkozunk, hozom újra az izgalmas híreket nektek. Sziasztok, szép hétvégét, köszönöm, hogy velem tartottatok ma is.